Az imént, amikor azt kérdeztem Vértes Andrástól, hogy az amerikai kitiltási botránynak milyen hatásai lehetnek a magyar gazdaságra, akkor azt mondta, hogy lehetnek nagyok és lehetnek óriásiak, nincs más fokozat. Legfőképpen kisebb fokozata nincs az ilyen típusú kitiltási botránynak a gazdasági hatásait, ha szemügyre vesszük és figyelembe vesszük, vagy megpróbáljuk megvizsgálni. Hát kíváncsi vagyok, hogy mi lehet majd a várható külpolitikai, diplomáciai hatása ennek a botránynak. Arra Kovács Attila a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Szóval mik lehetnek a hatások? Nos, hát itten már a legnagyobb hatásról beszélhetünk, hogyha ezt az analogiát veszem alapul. Rendkívül mértékben megromlott a két ország között a bizalom, és a bizalom megromlása valami olyasmit jelent, ami a diplomáciai munkában szinte háborút feltételez. Ennek a nyomait nagyon jól látjuk az elmúlt napokban. Ugye az egész témának a felvezetése amerikai részről egy jogi problematika volt, ami hétfőn éppen a kormány magatartása miatt már politikaivá vált. Akkor, amikor Gutfreund ügyvivő úr azt mondta, hogy ha ez a trend tovább folytatódik, akkor ellehetetlenül végzetesen a két országnak a kapcsolata. Az, mit értsünk az alatt, hogy ez a trend tovább folytatódik, ezt jól fordítjuk, hogyha úgy fordítjuk magyarról magyarra, tehát úgy értelmezzük, hogy a trend az, hogy a kormány úgy tesz, mintha nem történt volna semmi, vagy legalábbis ő nem tudná, hogy mi történt egyáltalán, miről van itt szó, tehát ez a trend? Nem erről van szó, ez csak egy kommunikációs eszköz, amivel vagy befolyásolni tudják, vagy pedig nem a belpolitikai folyamatokat, külpolitikára erre nincsen hatása, és nincs a magyar érdekek külföldi érvényesítése szempontjából sincsenek hatása. Viszont óriási hatása van arra, hogy tisztán politikai ügyként vessék azt föl, hogy nem értenek egyet azzal a rendszerrel, ami létrejött Magyarországon. Tehát itt már régen nem arról van szó, hogy egy politikai manőverrel, a pávatánccal nem értenek egyet, hanem arról, azzal a rendszerrel, amelyben létrejött egy olyan zárt közösség, politikai közösség, egy mafia tulajdonképpen, manapság egyre többször említik ezt a szót, amelyikben nem az oligarchák, nem az alsóbb szereplők, nagyon fontos, hogy alsóbb szereplők nyújtják be immáról a számát a kormánynak, vagy tartják azt fogva, hanem a politika ejtette rabul, állította saját szolgálatába ezeket az embereket, és ezáltal létrejött ez a nemzeti együttműködés rendszere, amelyben teljes mértékben jogszerű, legitim egy olyan lépés, ami egyébként az sehol a világon nem az. Igen, itt egy nagyon fontos dologról kell beszélnünk akkor, amikor mafiáról van szó bárhol a világban, bármilyen történelmi ismereteinket felelevenítjük. Jellemzően és tipikusan arról szól egy mafia történet, hogy a szervezett bűnözői csoport megpróbál behatolni a politikába, a döntéshozók világába, hatást, nyomást gyakorolni rájuk, és az ő kényük, kedvük, egész pontosan üzlet és mindenféle érdekük alapján befolyásolni a politikai döntéseket. Tehát a bűnözőkben vannak a politikába, bekerülnek, befúrják magukat a politikába, hogy utána hasznuk szerint tudjanak kicsikarni politikai döntéseket. Igen. Ez a tipikus mafia módszer, így áll fel a rendszer. De itt most egy fordított irányról beszélünk. Így van. Így van. Arról beszélünk, hogy az állam, a kormány közeli emberek a jelenlegi sajtóhírek szerint megpróbálták a gazdaság szereplőit befolyásolni, korrupcióra bírni. Erről szóltak az eddigi hírek. Plusz arról, hogy bizonyos nagyon fontos gazdasági szereplők is benne vannak ebben a közegben. Tehát itt volt egy politikai megrendelés a legfelsőbb szintről, mégpedig az, hogy annyit tudjunk a mi politikánk és a hatalmunk fenntartására kaszálni, hogy úgy mondjam, ebből az egész gazdasági helyzetből, amennyit csak lehet. És monopóliumot szerezni nem csak a hatalom szempontjából, hanem a gazdasági kulcspozíciókban is. Tehát ez jellemzi a magyar mafia szerkezetét, és ez az, ami mint csebben a tenger úgy tükröződik abban a vádban, amit az amerikaiak most megfogalmaztak. Mikor láthatunk mi itt egy kicsit tisztábban? Az, hogy most neveket az Amerika Egyesült Államok nem hoz nyilvánosságra, azt értjük, törvény szerint nem teheti meg. De ha már egy kicsit jobban körbeírja valaki, hogy pontosan milyen alapítvány, vagy milyen gazdasági terület képviselője, vagy milyen típusú kormány közeliség jöhet szóba, akkor mondjuk nem lesz talán nehéz kitalálni a szereplőket.
de mikor, mitől, vagy milyen irányból várhatjuk az információt? Az amerikai és általában a nemzetközi türelmetlenséget látván, és szerintem ez nem sokára be fog következni. Láttam, illetve hát amennyit lehetett, láttam abból, hogy milyen sikerrel járt Szijjártó Péter külügyminiszternek az amerikai missziója. Ugye azért küldte oda őt Orbán Viktor, hogy elsimítsa ezt a kis konfliktust. Nos, leültek, 99%-ban a szemrehányások hangzottak el, és 1%-ban azok a közhely történetek, ahol van egyfajta minimális együttműködés, mint Afganisztánban, vagy egyebütt. De ezek nem lényeges történetek. Tehát maradt minden a régiben. Mi történik ezután? Mi történhet ezután? Ezután az történhet, hogy az amerikaiak tovább lépnek. Nem lehet tudni, hogy milyen irányba. Engem meglepett a profizmus ennek a dolognak, és azért nem merek jósolni. De szerintem nem tévedünk, ha azt mondjuk, hogy ez a lista bővülni fog, hogyha nem változik semmi. Bővülni fog, és sokkal fájdalmasabb nevekkel fog bővülni, ami még inkább lerántja a leplet arról, ami ma Magyarországon ebben a hatalmi közegben játszódik. És ugye szerintem itt ön egyik előző műsorában épp Simonyi nagykövet úr az atombomba megoldást emlegette. Hát szerintem termonukleális megoldás is várható, és ez az lesz, amikor Európa is bekapcsolódik ebbe az akcióba, valamilyen úton módon megtalálják ennek a módját, hogy ez megtörténjék, akár kormányi szinten, talán lehet, hogy nem brüsszeli szinten, de a nagy partnereink szintjén, Berlin és egyebek mindenképpen, és ez abszolút várható az, annak fényében, ami most Amerikában megtörtént. Egyáltalán ki lehet még ennek az egész ügynek húzni a méregfogát? Tartok tőle, hogy nem. Nem, azért nem, mert a rendszerről van szó. Tehát, hogyha itt tényleg magányos bűnözőkről lenne szó, akiket le lehet vadászni, van erre, és nagyon sok példa. Hát látjuk, hogy most ment a börtönbe Zágráb főpolgármestere, akiről 10 évig tudta az ottani közösség, hogy mit művel, de ugye eddig kellett várni. Romániában egymásnak adják a legjobb börtönöknek, a kapuinak a kulcsait a volt politikusok, közöttük egy miniszterelnök is. Ezek tulajdonképpen nem a rendszerről szóló történetek, hanem egy olyan fejlődésről, amiben nagyon sok hiba követődött el. Viszont itt arról van szó, hogy meg kell törni a politika és a bűnözésnek azt a kapcsolatát, amit legitimált tulajdonképpen a jelenlegi kormány. Tehát itt is elhangzott. Legitimált vagy kialakított? Kialakított és ezáltal legitimált. Tehát akkor, amikor azt mondja, hogy nem bűn, ha te hozzám közel állsz, és elköveted ezt a csalást, vagy azt a korrupciót, vagy kartelezést, hogy mondjunk fontos olyan szavakat, amelyek mostanában nagyon kapósak Magyarországon. Abban az esetben azt mondja, hogy minthogy te az én emberem vagy, nem fogsz ezért bűnhődni. Ez a szabály. Sőt, megígérem neked, hogyha így cselekszel, akkor nem, hogy nem fogsz bűnhődni, hanem aki nem így cselekedett, a esetleg konkurenciád, ő viszont fog bűnhődni. Erről is olvashattunk. Így van, így van, így van. Hát a Hajda András esete ezt mutatja, tehát most nem olyan értelemben, hogy ő tette meg a feljelentést, és nála volt Horváth András. Horváth András, bocsánat. Igen, tehát ott abban az ügyben valóban egy fontos nyomozati cselekmény történt, eddig egy házkutatás a feljelentőnél. De ő azt mondta, hogy most kinyílt a zöld dosszé, az az olajipari cég, amelyről az Index hasábjain olvashattunk, mármint étolajról beszélünk, ők szerepelnek az ő zöld dosszéjában, tehát tipikusan igen, erről is szó van. Visszatérve a diplomáciai, külpolitikai kapcsolatainkra, hogyha most a 6 emberből egyet, kettőt, nem tudom hányat feláldozna a kormány, akkor el lehetne, hát meg nem történt, én biztos nem lehet már tenni az ügyet, de el lehetne csitítani az ügyet? Például elérni azt, hogy ne legyen még több név, még több kitiltás az Egyesült Államokból? Azt mindenképpen el lehet érni, hogy a jó szándékot demonstráljuk. De tartok tőle, hogy ez a monolit rendszer, ami ennek a lényegére épül, ez sérülni fog, és ezért kétszer is meggondolják. Nyilvánvalóan azért, mert nem csak az olajügy van, hanem rögtön utána van egy másik ügy, egy harmadik ügy és egy negyedik ügy. Ne felejtsük el azt, hogy egyetlen cég nyert el gyakorlatilag minden közbeszerzési pályázatot. Normális ez?
Nem, ez egy nem normális társadalmi működésre utal. Ez volt az amerikaiak legfőbb kritikája, és tulajdonképpen ez az európai partnereink kritikája is, csak ők sokkal visszafogottabban tesztik ezt. Mit gondol arról az elméletről, ezt is lehetett az elmúlt napokban olvasni, hogy itt nem kizárólag a korrupcióról, nem kizárólag amerikai cégek érintettségéről van szó, hanem sok-sok sérelemről, például Magyarország nem annyira eurokonform oroszországi kapcsolatáról, vagy Oroszországhoz való közeledéséről. Lehetséges, hogy Amerika kezében ez most egy fegyver, hogy egyébként már évek óta tudunk itt ilyen korrupciós ügyekről, de akkor most elő is jövünk vele, mert nekünk nem tetszik ez a Putyinhoz való dörzsölőzés. Lehet ilyen a háttérben? Abszolút lehet, és ez nagyon érdekes. Megint csak az amerikai diplomácia profizmusát mutatja. Tehát itt két síkon zajlik ez a történet, és jó lesz, ha ezzel megbarátkozunk ezzel a gondolattal, mert jobban a kulisszák mögé láthatunk. Van egy taktikai és van egy stratégiai szempont ebben a vonatkozásban. A taktikai az, hogy felsorolják a problémákat. A Trafik Mutyi neve is elhangzott ebben a vonatkozásban, igen. A Földek ügye elhangzott, és egyebek. Ez a taktikai szempont, a jogi ügyeknek az előtérbe helyezése. És van egy másik szempont, a stratégiai, hogy mi a nyugat érdeke. Éppen ezen belül elhangzott a demokrácia sérelme Magyarországon, elhangzott a civil világnak a megtámadása Magyarországon, és a geopolitikai hűtlenségünk elhangzott. A magyar kormány geopolitikai hűtlenséget, az Oroszországgal való kapcsolat elmélyítése a nyugat róvására. Ezek viszont már a közösségi értékeknek a tagadása kategóriába tartozik. Hát és miért Amerikának kell mondjuk ezt a sok-sok vélt vagy valós sérelmet egyszer csak... Hát nem is orvosolnia, de azt mondani, hogy nagyon jó, akkor ebből elég, hiszen mi elsősorban mondjuk az unió tagországaként, az unióhoz tartozóként, tehát mégiscsak akár tőlük kaphattunk volna egy ilyen típusú, nem tudom, rendreutasítást, hogy az uniónak nincs elég eszköze? A részben nincs, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy Amerika igazából a nyugati érdekeknek a védője a világban. Ezt látjuk. Tehát még mindig egy unipoláris világban. És a nyugati érdekeknek miért nem a nyugat azért a védője? Együtt védik, csak tulajdonképpen, ahogy még Bush elnök alapján megfogalmazódott, Amerika Mars és Magyarország, illetve Európa Vénusz ebben a történetben. Tehát Amerika harcos isten, aki gyakorlatilag rendet teremt és érvényesíti ezeket az értékeket, miközben a másik, a kisé feminin Európa, az megjeleníti ezeket és arcot ad nekik. Szerintem ez a szimbolika, vagy metaforika, ez jó ebben a szempontból, és ez is valósul meg a nemzetközi életben. Amerika ilyen szempontból sokkal nagyobb manőverezési lehetőséggel és diplomáciai profizmussal rendelkezik. Ezért tartunk ma itt. És hol fogunk tartani holnap után? Azt még nem tudjuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.